utolsó előtti fellépőnk a Rémfarkas és a Sárkány Szövetsége. Előadó Cosplayers of Ice and Fire. Fogadjátok őket sok szeretettel! Sziasztok! Én Pesti Dorottya vagyok, a Cosplayers of Ice and Fire Trónokharca Cosplay Klubból, és egy igen érdekes témát hoztam nektek, mivel hogyha követitek a sorozatot, akkor ez már a mostani évadnak a végén elég egyértelművé vált, hogy Jon Snow és Daenerys Targaryen sorsa össze fog fonódni a következő évadban, de hogy voltak erre már utalások a sorozat során, azt most együtt kiderítjük. És hát beszélnék kicsit, bár mindenki ismeri őket valószínűleg, de azért beszélnék a karakterről. Jon Snow, ő Eddard Stark fattyú fia. Az, hogy ő neki ki az édesanyja, azt az egész sorozat során nagy rejtély övezi. Nem is igazán szeretnek róla beszélni, kerülik ezt a témát, úgyhogy ez nem is derül ki soha. És ő az éjjeli őrséghez csatlakozik, hogy ne kelljen ott maradnia éjszakon, mert nem igazán szereti őt ott a Catelyn Stark, úgyhogy ez neki a legmegfelelőbb opció. Daenerys Targaryen, ő pedig a sárkányok anyja, ő az egyik utolsó élő Targaryen, még az ő bátyja élt, de őt még az első évad során Khal Drogo elintézte, úgyhogy ő az egyik utolsó Targaryen, ő második Aerys és Rhaella lánya. És itt láthatóak az új évadból elcsípett forgatási felvételek, ezek úgy kiszivárogtak az interneten, amin elég egyértelműen látszik, hogy Jon Snownak és Daenerys Targaryennek igenis lesznek majd az új évadban közös jeleneteik. Igen. És hát, hogy mi is köti össze ezt a két karaktert? Az ötödik évad végén, az utolsó részek egyikében láthatjuk Jon Snow születését, aki, mint kiderül, Rhaegar Targaryen és Lyanna Stark gyermeke, tehát ő egy Targaryen. Így hát az első összekötő pont a két karakternél az a vér, hiszen mindegyik Targaryen, és itt láthatunk egy kisebb családfát, hogy mégis hogyan jöhettek össze. Ott a legszélén láthatjuk Daenerys Targaryent, és itt Jon Snow, hát ő tulajdonképpen így is egy fattyú fiú, úgymond, de azért mégis inkább Targaryennek mondható ezen az ágon. A második összekötő kapocs a két karakter között az egy tragikusabb szál, hiszen mindketten a szerelmüket tragikusan elvesztették, és valamilyen szinten ezt a saját hibájukból, hiszen Daenerys úgy vesztette el végül Khal Drogót, hogy a kis nézeteltérésbe került a Kalászárral azzal kapcsolatban, hogy ők ugye rabszolgákat tartottak, hogy bántak a nőkkel, és hogy ez neki nem tetszett. És ebből lett egy összetűzés Khal Drogo és az egyik harcos között, ami során egy olyan sérülést szerzett, aminek a végén elfertőződött, ugye egy ilyen sámán asszony próbálta ellátni a sebet, de ennek nem lett túl jó eredménye, és végül ugye sajnos meghalt Drogo. Jon Snow pedig a vadakkal született összetűzés során vesztette el ugye a szerelmét, mert hogy akik megtámadták a Fekete Várat, és ott harcolt a szerelme is, és ennek során szerzett ő egy lövést, amiben belehalt sajnálatos módon. A harmadik összekötő kapocs a két karakter között a természet fölötti erők. Ugyanis Jon Snownak ugye még az első évad elején az összes Stark gyermek kapott egy
rémfarkast, ám Jon Snownak az érezhető volt, hogy az övé valamiért különleges lesz, hiszen ő kapta a hófehér Ghost szellemnevezetű farkast, aki elég aktívan is részt vesz társaként a sorozatban Jon mellett. A másik pedig hát a feltámadása, ami azért aztán nem egy hétköznapi dolog, még a trónok harcában sem. Úgyhogy erre eléggé csodájára rejárt mindenki. Daenerysnél pedig a tűzzel való kapcsolata, tehát hogy leégett alatt egy mágia, és semmi problémája nem volt belőle, átsétál a tűzön. Valamint hát ő a sárkányok anyja, tehát három sárkánnyal rendelkezik, amikor a történelem szerint abban a korban már régen kihaltak, de őnek is sikerül mégis hármat szereznie. A negyedik összekapocs az egy idézőjelben az elemek cseréje. Ezt úgy kell értenünk, hogy Jon Snownak a feltámadásánál ugye egy tűzpapnő segédkezett, ő Melisandre, és Jon Snow-t valamilyen szinten ugye a feltámadt Lord of Light, a fény urának képzeli, ezáltal, hogy ő visszajött. És ez nagyon érdekes, hogy nála ugye itt akkor megjelenik ez a tűz, ami általában Daenerys-hez köthető. Daenerysnél viszont a halhatatlanok házában volt egy látomása, ahol besétál a trónterembe, ahonnan esik a hó, tehát hirtelen ő is, aki a sárkányok anyja és a tüzet testesíti meg, ehhez a hideg fagyhoz lesz köthető. És ez a hó, ez egyértelműen vagy Jon Snow-ra, vagy valamilyen északi karakterre utal. Ami még érdekes, hogy ahogy átsétál ezen a termen, itt ezen a képen láthatjuk, ott megjelenik ez a heptagram, ami a Holy Sept-nek a jelképe, ami ugye Cersei került velük összetűzésbe, és rá se pillant erre a jelképre, tehát egyértelműen ő elutasítja ezt a vallást. És ami még érdekes, hogy miután tovább sétál ezen a termen, meghallja a családjának a síró hangját, és ezért elfordul a tróntól, és ahogy kisétál ebből a teremből, a falnak a kapuján megy át, és szintén ebbe a havas, fagyos területre. És elérkeztünk az ötödik összekötő kapocshoz a két karakter között. Igazából ez lenne a fő tematikája ennek az előadásnak, amin szerettem volna elindulni. Először is egy kis magyarázat. A sorozatban a készítők szerettek volna valós jelképeket felhasználni, és a kettő, ami nagyon gyakran megjelenik, az egyik a görög betű, a nagy fi, a második pedig az arany spirál. A nagy fi az matematikailag az 1,618, és ez a szám fejezi ki az úgynevezett aranymetszést, ami egy olyan arányosság, amely természetes egyensúlyt teremt a szimmetria és az aszimmetria között. Az aranyspirál pedig azért érdekes, mert ennek a fi-nek a faktorával szélesedik, és kerül távolabb a kezdő pontjától minden negyed kör után, amit megtesz. Tudom, ez kicsit olyan szárazan hangzik, de ennek az aranymetszésnek a lényege tulajdonképpen, hogy ezt az aranymetszést, ezt az arányt tartalmazó formák nagyon nagy esztétikai értékkel bírnak, hogyha ránézünk egy ilyen képre, ami ezt az arányt tartalmazza, akkor azt rögtön érezzük, hogy kellemes a szemnek. És már nagyon régóta, már egészen az ókortól felfigyeltek rá, hogy ez az arányosság megjelenik például a természetben. Akkor nagyon gyakran használták a művészek is, és ezáltal kreálva egy olyan képet tényleg, hogy így ránéz az ember, és érezze, hogy itt valami különleges. Valamint magában az emberi testben is megtalálható. Akkor az építészetben, valamint a fényképészetben nagyon-nagyon szeretik használni ezt az arányt emiatt.
és emiatt, hogy az életünkben szinte mindennaposan megjelenik, ezért a tudósok már szinte ilyen mitikus szintre emelték ezt az arányt. Arisztotelész még azt is említette, hogy ez az arány jellemzi, hogy a tökéletes szépséget egy ideális egyensúly révén érhetjük el. Ez a középpont a hiány és a túlzás között. És ezek a szimbólumok Daenerys-szel és Jon-nal kapcsolatban az egész sorozaton végig nagyon gyakran megjelennek, és ezzel, minthogyha előrevetítenék az ő közös sorsukat a sorozat alatt. Daenerys-szel kapcsolatban az első évadnál például, ha megnézzük Khal Drogo mágiáját fölülről, ott is mit láthatunk? A fi szimbólumot. Valamint miután kiemelkedik ebből a leégett mágiából Daenerys, és ül a mágia közepén, ott is láthatjuk ezt a fi szimbólumot. A második évadban, mikor belépnek ebbe a kamrába, ebbe a kincsestárba, és Daenerys megáll ebben a fáklyával a kezében, ebbe a kör alakú ajtóba, itt is felfedezhetjük ezt a fi szimbólumot. Valamint ez az aranyspirálra hasonlító spirális formák ebben a nagyon híres Missa anya jelenetben, és Daenerys van a középpontjában ennek a spirálnak. Az ötödik évadban pedig szintén, mikor megtámadják Daenerys-t, itt láthatjuk ezt a spirálisan örvénylő tömeget, valamint a sárkánya, mikor megtalálja a Drogont, ő egy csonthalmazon ül, és az is egy kör alakban van elrendezve, és középen fekszik rajta a sárkány, szintén megint, mintha ezt a fi szimbólumot használnák. Valamint, amikor megtalálja a Khalasar Daenerys, akkor is szintén láthatjuk ezt a spirális örvénylést körülötte. És hát, hogyha ezt úgy érezzük, hogy hát ez kicsit ilyen belemagyarázott dolog, akkor itt vannak a sokkal-sokkal egyértelmű példák. Nézzünk csak rá a Targaryen szimbólumra. Szintén ezt a spirálformát láthatjuk. Valamint a spirálban körülött, a nyaka körül betekeredő nyaklánca, vagy akár a Targaryen kitűző a ruháján, szintén ezeket a jelképeket fedezhetjük fel. Jon Snow-nál pedig először akkor jelenik meg ez a szimbólum, amikor egy érdekes spirális alakban elrendezett ilyen lótetemekből elrendezett alakzatot találnak rejtélyes okokból, valamint a nagy csata közepébe is belekerül, és itt is szintén ezt a spirált figyelhetjük meg, amelynek közepén Jon Snow található. Megfigyelhetjük azt is, hogy bár ennek nincsen egyelőre még egyértelmű jelentése, hogy ők hozzá hogy kapcsolódhat, de a többi Starkhoz is kapcsolódnak ezek a jelképek, mint például Brennek az egyik látomása az Istenfáról, az is fölülnézetből megtalálhatjuk benne ezt a spirális formát. Akkor Arya, amikor itt a háttérben ez az a kút, amit láthatunk, az is a fi formát szimbolizálja, valamint Sansának a nyaklánca. Tehát valamilyen szinten a Starkokhoz is köthető ez a motívum. Hát én hallottam egy olyan teóriát, bár szerintem ez azért kicsit túlzás, hogy egyesek azt rebesgették, hogy Sansa fog hozzámenni Jon Snowhoz, hogy így legyen a Deresnek az ura. De igazából nem... Így már kiderül, hogy nem testvérek, de ez azért nem valószínű, mivel hogy egész életükben úgy nőttek fel, hogy testvérekként. Tehát ez így, az, így személy függően ez szerintem nem túl valószínű, hogy ők ezt így be tudnák vállalni, vagy hogy ebbe belemennének, hogy összeházasodjanak. De hát ki tudja.
És ami a legfontosabb, mert itt láttuk ezeket a szimbólukat mindenféle kapcsán, de a legfontosabb, hogy azt megfigyelhetjük, hogy mindig, amikor ez a spirális forma feltűnik, akkor mindig vagy Daenerys Targaryen, vagy Jon Snow áll a középpontján, tehát egyértelmű, hogy itt őket akarják kiemelni, és ezek rájuk utalnak, ezek a szimbólumok. És hogy igazából ez hogy is jön össze ez az egész? Tehát a tökéletes egyensúlyhoz, egyensúlynak a jelképe ez az aranymetszés, és ez szimbolizálja azt a sorozatban is, hogy a jó és a rossz, a tűz és jég, azok csak együtt létezhetnek a világban, hiszen így fogják megteremteni a tökéletes egyensúlyt. És ez egy előrevetítés, hogy Daenerys Targaryennek és Jon Snownak ez a feladatuk, hogy valamilyen szinten egyensúlyt hozzanak ebbe a világba, úgymond a tűz és jég összeolvadása címén, hiszen látjuk, hogy a könyveknek is The Song of Ice and Fire, a tűz és jég dala volt a címe, tehát tényleg, minthogyha már egész végig ez lett volna benne a dologban. De hogy hogyan is fog kinézni ez az egyesülés, úgymond, hát erre két opció van egyelőre. Az egyik az a szövetség, mert én el tudom képzelni, hogy Jon Snow igazából ahhoz képest, hogy nem vérszerinti fia Eddardnak, de eléggé olyan típusú karakternek tűnik, aki nem vágyik erre, hogy a vastrónra üljön minden áron. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy ő szívesebben maradna Deresben Északurának, és csak támogatná Daenerys-t abban, hogy a vastrónra kerüljön, és így a háttérből segíteni, meg a csapatokkal, meg nyilván az ő trónra kerülését. Vagy a másik opció a házasság, és akkor felhördülhetnénk, hogy de hát elvileg ők rokonok, de hogyha visszaemlékszünk, a sorozatban is felmerül, de a könyvekben biztosan, hogy a Targaryenek azok régen egymás között is házasodtak, hogy így tartsák úgymond tisztán a vérüket. Tehát ez teljesen egy elképzelhető opció, hogy ők végül is ennél fognak maradni, hiszen valljuk be, ez egy elég erős szövetség lenne, hogyha ők ketten házasságot kötnének. És hát ide érkeztünk a végére. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, köszönöm a figyelmet. Hogyha valami egyéb kérdésetek, infózók lenne, akkor megtaláltok minket Facebookon, és további szép délutánt nektek. Köszönöm!